Sziasztok, Nyári Krisztián vagyok az Evobike-tól, és a mai videónkban szeretnénk egy újdonságot bemutatni, mert hogy mostantól az összes Bose termék elérhető az Evobike kínálatában. Videózásokhoz, zenehallgatáshoz, utcai munkálatokhoz kíváncsiak voltunk erre a termékre, úgyhogy bemutatjuk nektek. Nem nagyon ragaszkodunk, vagy nem nagyon szeretjük ezeket az unboxing kicsomagolós videókat, viszont ez egy igazán szép fülhallgató, hogy minőségi, aktív, zajszűrős termék, úgyhogy kivételt teszünk, és akkor a kicsomagolásnál kezdjük ezt a bemutatást. Egyébként ez talán itt látható is. Ez a Bose-nak a Quiet Comfort 35-ös vezeték nélküli fejhallgatója, fekete színben. Mielőtt neki ugranánk a schnitzerrel a csomagolásnak, azért pár szót ejtsünk erről a dologról. Ugye, ha valaki mondjuk utcai körülmények között szeretne visszahallgatni videót, vagy szeretné mondjuk a videó felvétel közben kontrollálni, hogy mi a bejövő hang, főleg, hogyha mondjuk vezetékmentes rendszereket használ, akkor nem árt egy olyan fülhallgató, amelyik a környezeti zajt kiveszi, és ténylegesen csak a felvételre kerülő hangot, vagy a riportarányt, vagy aki a beszámolót csinálja, annak a hangját tudjuk ellenőrizni, hogy ténylegesen bekerül a kamerába. Elég sok tapasztalatunk volt ezzel negatív irányba, tehát ha nem tudja az ember ezt jól kontrollálni, akkor esetleg olyan zajokat is felvesz, amit nem akart. Az, hogy vezetékmentes, az nyilván egy óriási komfort meg kényelem tud lenni. Nem ez az elsődleges lenni a terméknél, hiszen vezetékes kiépítésben is működik. Inkább ami számít az, hogy nem passzív módon csökkenti a zajokat, vagy a környezeti hatásokat, mint például ugye, hogy a párnázás tökéletesen zárjon az ember fülére, hanem aktív módon, tehát a környezetből érkező zajhullámok ellen készít egy ellenhullámot, amivel gyakorlatilag kioltja a környezeti zajártalmakat, és ténylegesen amit mi akarunk lejátszani, azt halljuk, vagy amit a felvételkor mondjuk akarunk ellenőrizni. A Bose-ra most nem térnénk ki külön, hiszen aki ismeri, az tudja, miről van szó, aki nem, az pedig elég sok mindent lehet olvasni már ma az internet világában. Egyébként 40 éve foglalkoznak azzal, több mint 40 éve, hogy minél jobb hangtechnikákat állítsanak elő. Ez igaz például ugye a fülhallgatókra is, vagy az asztali hangszórókra, vagy a házi mozi hangtechnikákra. Na, de nézzük, mi történik ebben a dobozban. Egy igényes fóliázott csomagot kaptunk. Itt írja is külön, hogy kompatibilis ugye a rendszer az Apple-nek a Macintosos dolgaival, illetve az androidos eszközökkel is. A fóliázást minimum érdemes levágnunk ahhoz, hogy beljebb jussunk a csomagba. Na, erre viszont mi készültünk is, úgyhogy egy finom kis hasításra ezt a fóliát innen megpróbáljuk kultúrát diszkrét módon eltávolítani. Na, mondjuk azt, hogy ez megtörtént. Utána már könnyebb lesz talán belejutnunk a csomagolásba. Jó, hát ilyen gyártói garanciális papírokkal most talán ne foglalkozzunk. Egy fiókként kiúszott a doboz a belseje, ami egyébként úgy szintén egészen kultúrát, matt fekete karton. Jó, utána felnyithatjuk ezt a kis csomagolót. Újabb csomagolóanyagok, nagyszerű. Na és akkor a lényeg. Segítenek, hogy mit csinálj, hogyan lapoz, hogyan csatlakoz. Maga a fülhallgató ugye vezetékmentesen is tud csatlakozni, nyilván Bluetooth technológián keresztül, de akinek a telefonja engedi az NFC-t, azzal még gyorsabban tudja megoldani a csatlakozást. Azt hiszem egyébként pont az iPhone-oknál az NFC nincsen engedélyezve ilyen csatlakozás segítésre vagy gyorsításra, csak bizonyos fizetési dolgokhoz. Mi van még a csomagban, nézzük. Quiet Comfort 35. Nagyszerű, rengeteg nyelven. Regisztráld a terméket, hogyha van kedved. Tölts ki, regisztráld, nagyszerű. Garancia, nagyszerű. Rengeteg nyelven a leírás, nagyszerű.
Most nem biztos, hogy ebbe résztesen belemennénk, de persze belelapozhatunk. Tökéletesen jó takarózása is akkora. Számtalan nyelven elolvasgathatjuk, amit szeretnénk, és természetesen magyarul is. Fú, de jó. Köszönjük szépen, majd elolvassuk, amikor ráérünk. Egy újabb fólia, hogy legyen mivel csörögünk a videóba, és akkor megérkeztünk a termékhez. Ez ugye előre olvasható, vagy várható volt, hogy adnak hozzá egy egészen kultúrált, egyébként gyönyörű szépen logóval ellátott, kemény fedeles tokot, amit ugye fel is akaszthatunk, ahova akarjuk. Van egy plusz hátsó zsebünk, és van egy cipzárunk, amivel a terméket ugye ki is tudnánk nyitni. Nagyszerű, újabb csomagolók, újabb belső zsebek. Ez ugye kapásból egy plusz adalék, talán itt látszik is a piktogram a videóba. Repülés ez a csatlakozó. Ennélkül is van élet, de az így egy kicsit könnyebb. Hát ezt megpróbáljuk innen diszkéten kifejteni ezt a plusz szivacsot, majd ezzel szórakozunk, amikor nincs más dolgunk. Ja, hát a legfontosabbat elfejtettem. Fú, hát a pára elszívás. Ha egyszerűen az egészet kivennénk a helyéről, és akkor próbálnánk ezt a szivacsot innen kifejteni. Ez is megtörtént. Hogyha vezetékes üzemmódba szeretnénk használni, akkor ahhoz kábel. Még azt sem mondhatnánk, hogy túl rövid, mert hát, hogy nem az. Ezt így nehéz lesz bemutatni, de nem az. Talán így látszik a két végpontja, elég hosszú. Erre talán nem lesz túl sűrűn szükség, de ha mégis, akkor van. És akkor, amit viszont biztosan kell használni, az USB kábel. Ugyanis, hát ezzel a kábellel fel tudjuk tölteni a fülhallgatót, hogy tényleg vezetékmentesen használhassuk. És akkor maga a termék. Egy-két videóban már bemutatták azt, hogy milyen speciális anyagokból, milyen minőségbe készül ez a fülhallgató, de azt talán most itt mi is be tudjuk mutatni, hogy hát a rugalmasságával azt hiszem nem lesz túl sok probléma, mert hogy nagyon szépen dolgozik. Nyilván a fűre rá lehet állítani a párnázatot, ezt az egészet. Nagyon, talán is látszik a videóban, hogy egy nagyon-nagyon finom, jó kidolgozású, a fülnek plusz mélységet is helyet hagyó kialakításról beszélgetünk. Az egész egyébként nem túl nehéz így kézbefogva. Konkrétan 0,31 kg. Ha nagyon pontosak akarunk lenni, nyilván aki esetleg összekeverni, melyik a jobb és a bal füle, rájuk is gondoltak. Nagyon finom ez a párnázás itt a felső részen. Ez, amire fel is szokták hívni a figyelmet, hogy ez nagyon-nagyon finom, minőségi anyagból készül. Egyébként ebből az anyagból szoktak alkantara szövet, ebből szoktak jaktokon és felső kategóriás autókon is készíteni burkolatokat, tehát tényleg egy finom, jó tapintású anyagról beszélgetünk. Itt még, hogyha valakinek a fejmérete egy kicsit eltérő, hogy mondjuk egy alapmérettől, akkor tudom a fülesnek a méretét még irányba is állítani. Hát nem sok panasz lehet a rugalmasságára. Ügyesen kitalálták ezt a csomagolást is, hogy valahogy az ember el tudja azt érni, hogy tényleg beférjen mondjuk egy normális táskába, mondjuk az itt látható módon. És akkor talán nem az van, hogy összekarcoljuk, hogy törjük az első alkalommal. Na, ugye a következő kérdés az, hogy lehet életet lehelni az eszközbe. Hát az egyik az lehetne az, hogy mondjuk az ember bekapcsolja, és akkor itt láthatóak is a jelzések, töltöttségi állapot és a Bluetooth kapcsolat erőssége. Ilyenkor persze nem árt, hogyha van a kezünk ügyében valahol egy készülék, amihez mondjuk csatlakozhatni próbáljuk. Itt látható is, hogy ezt a Bose Connect appot érdemes leszedni, hogyha mondjuk
éppen iPhone-ról beszélgetünk. Talán hallható is volt, hogy be is mondja, hogy ready to pair, tehát hogy készen van az eszköz a párosításra. Így a csatlakozás folyamatban. Mint az látható, kiegészítőt ki kell választanunk, megjelent a kijelzőn az adott füles, mondjuk azt, hogy kiválasztjuk. Itt írja előkészítés. Nevezze át, ugye használtunk más nevet, vagy hogy mi szeretnénk ezt csinálni, most tételezzük föl, hogy nekünk az most jó lesz. Ugye. Oké. Mondhatjuk azt, hogy nem volt annyira bonyolult a csatlakozás. Kapunk egy töltöttség visszajelzést, az nyilván nem hátrány, kapunk egy hangerőt. Kapunk egy beállítási lehetőséget. Kapcsolódás, időzítés, hangüzenetek. De elég sok mindenre lehet ezt a füles használni. Nyilván az alap szituáció lehetne az, hogy most nem is tudom, persze, hogy tettem erre bármilyen zenét, lehet, hogy nem. Ugye nézem. Azt hiszem, hogy nem tettem rá. Igen, a játszóba se, nagyszerű, jó. Igen, abba se, jó. Pillanat. Jaj, jó, hát akkor igen, a forgalmakat kivettem, hogy hátra közben nem telefonálnak. Mindjárt, az látható szerintem, hogy nem annyira bonyolult a csatlakozás, ugyanis ennyi készen vagyunk vele. Van egy home gombunk, amin visszajelzéseket is írhatunk, hogyha olyan kedvünk van. Tehát innentől készen vagyunk ezen a lejátszásra. Hogyha nem ez a vezetékmentes mód a célunk, akkor itt tudunk csatlakozni a termékhez mellékelt jack csatlakozóval. Ugyanis, hogyha vezetékesen csatlakozunk, akkor az jól látható, hogy automatikusan átvált az applikáció, amit látható, automatikusan átvált a vezetékmentes bluetoothos módról a vezetékesre, úgymond. Tehát ezt most csatlakozhatom, ki is írja, hogy ajjaj, ajjaj, hiba történt. Nem akkor nagy hiba, én döntöttem úgy, így akarok csatlakozni. Ezen keresztül vezetékesen, illetve meg tudjuk oldani ugye a fülesnek a töltését a mellékelt csatlakozóval, és akkor klaviatúrára, USB-ről, számítógépről bárhogyan fel tudjuk tölteni. Azt írják egyébként, azt majd le fogjuk teszteni, és kiderül, hogy mennyire igaz, de azt írják, hogy ez a amúgy tényleg gyönyörű minőségű, talán az is látszik a videóban, hogy tényleg egy igazán kultúrált márkajelzéssel fényes, nagyon szép megmunkált márkajelzéssel ellátott termékről van szó. Azt mondják ők, hogy 20 órás akkumulátor élettartamról ma lehet számolni. Ez körülbelül ugye a zenehallgatásra értik, meg hát ugye a vezetékmentes használatra. De akkor sincsen extra probléma, hogyha lemerült, hiszen egy 15 perces úgymond gyors töltéssel újabb 2,5 órát tudunk igénybe venni, vagy hallgatni. Ami azért azt mondom, hogy tényleg egy nagyon jó dolog. A kidolgozásra azt hiszem az látszik is, hogy nem nagyon lehet panasz. Nyilván a csatlakozáshoz egy plusz, ez egy még hangerő visszajelzést kapunk. Plusz-minusz hangerő, és a középső mód választóval tudunk választani, mit szeretnénk csinálni. Egyébként az is látszik kívül a házon, hogy több irányból is méri a környezeti
ott is, környezeti hanghatásokat, és ott is. Ami azért nagyon jó, hiszen ezt a pályázatot feltéve mondhatjuk azt, hogy passzívba is nagyon sok zajt ki tudunk zárni, viszont azzal, hogy ő a környezeti hanghatásokat, ami most ilyen esetben is akár zaj méri, így pontosan tudja, hogy hogyan lehet őket kioltani. Azt gondolom, hogy egy ilyen fülhallgató, nagyon sokan mondják, hogy zenehallgatása is tökéletes, azzal azért vigyáznék, hogy mondjuk zenehallgatás igen, de mondjuk közlekedésben részt venni, gyalogosként, zebrán átkelni, stb., hogy a mentő a megkülönböztetőjelzéseket mindent kiszűrjön, nem annyira javasolt, hiszen akkor azokat a hangokat se halljuk meg, amik az életben maradásunkhoz szükségesek, tehát otthoni zenehallgatáshoz persze. Egyébként, hogyha lemerült a fülhallgató, akkor ez az aktív ellenhullámokkal dolgozó zajcsökkentés, ez néha nem tud működni lemerült állapotban, viszont akkor is a mellékelt kábellel tudjuk használni, mint fülhallgató, csak hát nyilván ezt a zajcsökkentést nem tudja megcsinálni. Egyébként már tesztelgettük az asztali hangtechnikájukat is, azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon prémium termékről beszélünk. Úgy az egésznek a kidolgozása, az anyagminőségek, a technológiák, a működés. Igaz, hogy nem is egy olcsó fülhallgatóról beszélünk. Egyébként az USB kábel az nem vészesen hosszú, arra talán még az érdemes kitérni, hogy ez szerintük 30,5 cm, tehát ez nem vészesen hosszú, tehát egy klaviatúra vagy számítógépbe be tudjuk dugni egy töltés erejéig, utána úgy sem használjuk reményénk szerint ezt a dolgot. Az volt a céljuk ezzel, hogy egy olyan fülhallgatót alkossanak, ami hordozható, kitűnő minőségű és nagyon-nagyon jól aktív módon szűri a zajokat. Amint leteszteltük úgy a használati értékét meg a működését, fogunk jelentkezni további tapasztalatokkal. Amennyiben bármilyen Bose termékre van szükségetek, akkor még az Evobike honlapra nem töltöttük fel őket, mert elég sok munkánk volt, nem értünk oda, de e-mailben már tudtok érdeklődni, akár rendelni is tulajdonképpen bármilyen beszerezhető Bose terméket. Köszönöm a figyelmeteket, vissza fogunk térni rövidesen újabb érdekes termékekkel. Sziasztok!